barátunk bent volt ott a nádasnál, ott tele volt szúnyoggal, itt kint meg nem volt. Vízpartra csábít a nyár, ahol viszont vérszívók várják a vendégeket. A Tisza-tónál az idei szúnyog szezon nem jobb és nem rosszabb, mint általában. Igazából nem vészes elviselhető, felénk nincsen annyit. Biztos, hogy kezelék szórják őket, úgyhogy nálunk nincs. A szúnyog állomány gyérítése a katasztrófa védelem feladata. Időközönként a levegőből szórják meg azokat a területeket, ahol elszaporodott a populáció. De még így is akadnak olyan körzetek, ahol szinte egyetlen egyet sincs, és olyanok, ahol felhőkben mozognak a szúnyogok. Turisták vagyunk, és igazából a szúnyogok azok eléggé megkeserítik a helyzetünket, úgyhogy vagy bekenjük magunkat mindenféle szúnyogriasztóval, akkor ilyen füstölőket használunk, meg hát akkor inkább elvonulunk be a házba. A júniusi nagy esőzések után visszamaradt tocsogók, pocsolyák a szúnyoglárvák keltetői, a gyorsan melegedő pangóvizekben gyorsan szaporodnak. Ezt így megdörzsöli az ember, és akkor ezt ilyen olajos edét. Éjszaka szoktak lenni jobban, este sötétedéskor, ilyenkor napközben nyugalomba. Napközben a nagy meleg miatt a szúnyogok nem élnek igazán aktív életet. Napnyugta után azonban gyakran indítanak komoly támadásokat. Akik a sporthorgászokhoz hasonlóan sok időt töltenek a vízparton, igazi célpontnak számítanak. Hát ilyenkor napközben egyébként nyilván kevesebb van a nagy meleg miatt, aztán ahogy beesteledik, előjönnek nagyon, akkor kimondottan támadnak, nyilván akkor kezeljük magunkat mindenféle befújószerekkel, meg igyekszünk szúnyogháló mögé menni. Azt gondolom, hogy vannak a Tiszatónak olyan területei, ahol kimondottan sok, mert régebben jártunk fel a Tiszavalki medencébe is, és ott olyan bozótos, hogy gyakorlatilag napközben is megesznek bennünk a szúnyogok. Itt azért ilyen nincs. Hát este van egy nagy hullám, amikor jönnek, aztán éjszaka megint. Idén új mutáns szúnyogok is megjelentek Magyarországon. A tigris szúnyog csípése fájdalmasabb, a csípés helyén pedig kisebb hólyagok jelennek meg. Az általunk megkérdezett nyaralók, horgászok azonban nem találkoztak tömegesen ezzel a fajjal.